Zseniális kosárlabdajátékosunk, és pedig Hanga Ádám, és megvették a játékjogát az amerikai kosárlabda bajnokságban, de ez nem azt jelenti, hogy már el is költözik Amerikába. Így igaz, jó reggelt kívánok, Hanga Ádám egyelőre az esélyt kapta meg, a San Antonio Spurs lefoglalta a játékjogát, vagyis draftolta, és ő az első magyar kosárlabdázó, aki idáig eljutott. Mészáros Lajossal, a magyar férfi válogatott szakmai igazgatójával egy kicsit Ádám esélyeit próbáljuk meg elemezni, hogy mennyit jelenthet ez valójában. Ugye Dávid Kornél annak idején úgy jutott ki az NBA-be, hogy úgynevezett szabad ügynök volt, tehát őt nem draftolták, kiharcolta magának a jogot. Ádámnak most több az esélye azzal, hogy ő fölkerült erre a listára? Jó reggelt kívánok mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy igen, egy hatalmas lehetőséget kapott Ádám, és hát avval kezdeném talán, hogy a magyar férfi kosárlabdának ez egy nagyon nagy siker, hiszen Ádám bebizonyította, hogy innen Magyarországról is ki lehet kerülni a legjobb kosárlabda kultúrával rendelkező országba. Mit jelent most ez pontosan az ő esetében? Ugye van egy élő szerződése, az idén szerződött el a Manresa csapatához Spanyolországba, ami egyébként azt mondják, hogy az NBA után a világ legerősebb bajnoksága. Tehát neki először ott kellene most bizonyítani, de hát ez sem lesz olyan egyszerű. Igen, hát Ádám pályafutása gyerekkora óta van szerencsém ismerni, hiszen mikor elkezdett pattogtatni a BLF-be, a budapesti legyőzhetetlen feketékben, már akkor egy nagyon jó adottságú játékos volt. Nem véletlenül nem használom azt a szót, hogy tehetség, mert nálam ez egy külön kategória, tehát három dolog kell tulajdonképpen, hogy valaki így tudjon érvényesülni, és az Ádám a legjobb úton van. Az első és legfontosabb, olyan adottságai legyenek valakinek, ami valamelyik sportágra nagyon predesztinálják. Hát Ádám nagyon atletikus, gyors, nagyon jó a motorikus gyorsasága, lendületes, izomzata olyan, amihez a játékhoz kell, fut, ugrik. Ez az első. A második a hozzáadott érték. Tehát tulajdonképpen egy jó adottságú játékosból tehetség az én szemembe, akkor válik tehetségesé, akkor válik valaki, hogyha az adottságait jól tudja kamatoztatni. Tehát nagyon szorgalom magyarul. Nagyon sokat dolgozik, edzés, munka, egyebek, minden. A harmadik pedig ugye egy játékos tapasztalat és egy játékos múlt. Hát az Ádám most azon a lépcsőn van, hogy följebb léphet egy fokkal, és Manresában kiváló lehetősége lesz arra, a világ egyik talán legerősebb bajnokságában, hogy bizonyítson. De óva inteném természetesen attól, hogy elbízza magát, hiszen egy lehetőséghez jutott, amivel hát reméljük, hogy élni fog. Ja, Hanga Ádám most kim van San Antonióban, a Texasban, tárgyal a klub vezetőivel, akik meg akarták őt személyesen is ismerni. És hát van ott egy játékos, az egyik legnagyobb sztár most már az NBA-ben, Tony Parker, akiről kis túlzással azért mondhatjuk azt vicces, hogy szintén Fehérvárról dobbantott egyet, mert annak idején Fehérváró volt az az utánpótlás Európa-bajnokság, aminek ő a legértékesebb játékosa lett. Hogy látja, mennyire hasonlíthat hozzá, mennyire mérhető hozzá az esélyeit nézve Hanga Ádám? Hát jól látod, hiszen hogyha nem mondtad volna ugyan, ezt én is elmondtam volna, hiszen ott voltam azon az utánpótlás csoportkör mérkőzésen, ahol én megismertem Tony Parkert, mi ifjú játékost, és meg kell, hogy mondjam, hogy Ádámnak jobbak az adottságai. Tehát az, amit magával hozott, jobbak. Akkor itt jön a hozzáadott érték. Itt jön a hozzáadott érték, itt jön a tapasztalat, itt jön a nemzetközi rutin, itt jön az, hogy melyik játékosnak milyen lehetősége van érvényesülni és elhelyezkedni a világba. De 22 éves Hanga Ádám, tehát azért még mindig fiatalnak számít, jól lett, ugye ma már az élsportban erre lejjebb tolódik ez a fiatal jelzőnek a korhatára. Tehát a magyar válogatottban is egy alapember, és ugye a magyar válogatott az ön irányításával Európa-bajnoki pótselejtezőkre készül. Mennyire tehető már rá ebben a csapatban Hanga Ádámra ez a vezérszerep? Hát érdemes ugye egy picit a múltba, a közelmúltba visszamenni, hiszen Ádám kb. 3 éve mondhatunk úgy, hogy komolyodott meg annyira, hogy ráállt a jó útra, elkezdett nagyon keményen dolgozni. 2 éve kapott meghívást a válogatottba, tavaly már vezéregyénisége volt a válogatottnak, 10 nemzetközi mérkőzést játszott, tétmérkőzést a magyar válogatott, és ott figyeltek fel rá a játékos ügynökök, a külföldi szakemberek, és nagyon jól teljesített. Ezt követte
a mostani bajnoki idény, ahol az Albakom csapatába kiváló edzésmunkát végzett, megtalálta az ottani edző, ugye a Branislav Dzsunics, aki egyébként a válogatott szakmai tímjének is a tagja, a szerepét, hiszen nagyon sok szerepkörbe lehet használni az Ádámot, és az év játékosa lett ebben az idényben. Most következik egy lépcső megint Manresába, és itt nagyon fontos az, hogy az Ádámnak helyes önértékelése legyen. Ne értékelje túl magát, ne értékelje alul magát, hanem helyes önértékelés, mert igenis nagyon kemény világba fog lépni. Nyilvánvaló, hogy saját maga harcolhatja ki a játék lehetőségét, és ahhoz, hogy az NBA-be tovább léphessen, nagyon fontos, hogy megfelelő játék lehetőséget kapjon, és megfelelően erős ellenfelek ellen tudjon játszani. Köszönöm szépen, szurkolunk neki, és persze a magyar válogatottnak majd az EB-selejtezőn. Köszönöm szépen én is.